Ebben a videóban a háromszög nevezetes vonalaival és pontjaival fogunk megismerkedni. Először is a háromszög oldalainak felező merőlegesét szerkesszük meg, ezzel a köré írható kör középpontját kapjuk meg. Felezzük meg először az AB oldalt. Ugye, ugyanúgy, ahogy szakaszfelezésnél láttuk, felénél nagyobbra nyitjuk. Ugye ebben az esetben nem látom ezt az oldalt, illetve látom, de nem nézem, csak az AB oldalra koncentrálok. Tehát meg kell feleznem, egyik végébe szúrom, felénél nagyobbra nyitom, és köré vezek az egyik oldalon, majd pedig köré vezek a másik oldalon is. Vigyázva, hogy a körzöm ne mozduljon el, átszúrom a másik végpontba, és köré vezek egyik oldalon, köré vezek másik oldalon. A meccés pontokat pedig összekötöm. Ezzel megszerkesztettem AB oldal felező merőlegesét. Mondjuk egy más szint választok, kékkel húzom meg. Utána szerkesszük meg mondjuk a BC oldal felező merőlegesét. C-be szúrom a körzőt, köré vezek egyik oldalon, köré vezek másik oldalon, majd óvatosan átteszem a B-be, és köré vezek egyik oldalon, majd köré vezek a másik oldalon. Hát most itt véletlen jött ki pont oda a meccéspont, de nem probléma, azért el tudunk rajta igazodni. És ha ezt összekötöm, mondjuk ezt is kékkel, akkor megszerkesztettem a BC oldal felező merőlegesét. Mi jellemző ezekre az egyenesekre? Hát az AB oldal felező merőlegesére az jellemző, hogy minden pontja ugyanolyan messzire van A-tól, mint B-től. A BC oldal felező merőlegesére az jellemző, hogy ugyanolyan messzire van C-től, mint B-től. Na most ez a pont ugyanolyan messzire van A-tól B-től, de ugyanolyan messzire van B-től C-től. Következésképpen ez a pont mind a három csúcstól ugyanolyan messzire van. Tehát, ha ügyesek voltunk, és a körzőnket oda beleszúrva kinyitottuk A-ig, akkor egy olyan kört tudunk rajzolni, amely átmegy a háromszög mindhárom csúcsán. Ez a köré írható kör, tehát megszerkesztettük a középpontját azzal, hogy a háromszög oldal felező merőlegesét szerkesztettük. Következő szerkesztésünk, bocsánat, a háromszög szögeinek felezése, azaz a szögfelezők megszerkesztése. Na, hát ehhez először is mondjuk az A csúcsnál lévő szöget szeretném megszerkeszteni, pontosabban a felét, szükségem van a kör szögívre. Ugye szögív nélkül nincs szögfelezés. Szúrom az egyik végpontjába, köré vezek, majd szúrom a másik végpontjába, és szintén köré vezek. Ezt a meccéspontot, hogyha összekötöm a csúccsal, akkor gyakorlatilag megszerkesztettem a szögfelezőt. Hát itt egy kicsikét pixelről pixelre ugrál, ez majd pontatlanságot okoz. Neked a papíron sokkal könnyebb dolgod van, hiszen ott pontosan oda tudod illeszteni a meccéspontra. És pontosan oda is kell, mert különben nem fog kijönni a megoldást. No, megszerkesztjük mondjuk a B csúcsnál lévő szögnek is a felező merőleges, szögfelezőjét, mégpedig a következő módon megrajzolom a szög ívét. Utána egyik végpontba szúrom, itt tetszőleges körzőnyílásra dolgozhatok, tehát akár ki is hozhatom belőle, hogy jó messzire essen, ne legyen olyan sok meccéspont. Másik végébe szúrom a szögívnek, és megrajzolom ott is. Abban az esetben, ha nem metszik egymást, hát akkor nem volt szerencsém, ezt újra kell húzni. Így, és akkor most már metszik egymást.
és azt a meccés pontot összekötve a szög csúcsával megrajzoltam a másik szögfelezőt is. Nézzük, mi jellemző erre a meccés pontra. Ugye, ami pont rajta van a szögfelezőn, ugyanolyan távolságra van ettől az oldaltól is, meg ettől az oldaltól is. Amelyik pont rajta van ezen, ugyanolyan messzire van ettől az oldaltól is, meg ettől is. Tehát ez a pont ugyanolyan messzire van ettől az oldaltól, meg ettől, illetve ettől az oldaltól, meg ettől. Következésképpen mindhárom oldaltól ugyanolyan távol vannak. Ezért, hogyha a körzőmet kinyitom valamelyik oldalig, és pontosan dolgoztam, ami most ugye nem volt jellemző, mert ott egy picit elcsúszott, ennek a körnek hát belülről kellene, hogy érintse az oldalakat. Ugye itt látjuk egy elég durva eltérést, ez azért van, mert emlékszel rá, amikor ezt meghúztam, nem pontosan illeszkedett rá ide a meccés pontra, a pixelek miatt ugye ugrált a vonalzom, és így ezáltal ez a pont se pontosan jött ki. Te, ha otthon szerkesztesz, akkor ezt nagyon-nagyon pontossággal meg tudod csinálni, és akkor neked éppen bele fog férni ez a beírható kör. A következő a háromszög magasságvonalai. Ugye egy háromszög magasságát úgy tudjuk berajzolni, és itt használhatjuk a derékszögű vonalzónkat, hogy az egyik csúcsból indítjuk, mondjuk a C csúcsból, és a másik a szemben lévő oldalra merőleges. Tehát ez a magasság. Csúcsból indul, szemben lévő oldalra merőleges. Ugye a merőlegességet biztosítja a vonalzónak a merőleges sarka. Na most abban az esetben, hogyha a merőlegest meghúzzuk, meghosszabbítjuk, akkor a magasság vonalat kapjuk. Tehát a háromszög belső rész a magasság. Ha meghosszabbítom végtelenbe, akkor a magasság vonalat kapom. Na, teljesen hasonlóan nézzük mondjuk az A csúcsból indított magasságvonalat. Az ugye A csúcsból indul, és a szemben lévő oldalra merőleges, tehát úgy kell odailleszteni a vonalzómat, hogy a merőleges sarka itt legyen ezen az oldalon, mert akkor lesz itt merőleges, és ugye csúcsból akarom indítani, tehát mindenképpen a csúcshoz essen. Ez a másik magasságvonal. Természetesen a harmadikat is meg lehetne húzni, azaz erre az oldalra teszem a merőlegest, és a B csúcsból indítom. B csúcsból indítom, és itt van a merőleges. Ugye ezt, ha meghúzom, ezt a magasságvonalat, akkor ennek a három magasságvonalnak egy pontban kell, hogy metsze egymást, ezt hívjuk magasságpontnak. Itt nem szerkesztettem meg a C csúcsnál lévő szög szögfelezőjét, de ha megszerkeszteném, az is ugyanazon a ponton menne keresztül. Mint ahogy itt nem szerkesztettem meg az AC oldalfelezőjét, és ha megszerkeszteném, az is azon a ponton megy keresztül. Tehát az oldalfelezők is egy pontban metszik egymást, a szögfelezők is egy pontban metszik egymást, és a, bocsánat, itt vannak a szögfelezők, és egy pontban metszik egymást, és a magasságvonalak is egy pontban metszik egymást.